könyvnek, ahol most tartunk, az a neve, hogy kivonulás könyve, Exodus. Azért, mert lehet is látni, Mózes vezetésével Isten kivezeti a népet Egyiptomból, a rabszolgaságból. Ezért kivonulás. És a főszereplőt úgy hívják, hogy Mózes, akinek a neve egy kopt egyiptomi név, azt jelenti, hogy akit a vízből húztak ki. Ugye a Mózes kosár története, hogy a Nílusból, a vízből kellett kimenteni Mózest. És ő az, aki vezeti a népet, és eljutnak Refidimig. Refidim azt jelenti szó szerint nyugalom helye. A nyugalom területe. Egy kicsit megpihenni. Ott tartanak tehát, hogy Mózes és a nép, a zsidók egy nyugalom helyen pihenni ki a fáradalmakat. Ekkor azonban az történik, hogy egy amálekiták nevű nép megjelenik. Az amálék azt jelenti szó szerint kotorászó. Tudjátok, azért, mert úgy nevezték el ezt a népet, amely Ézsau leszármazottai köréből való, hogy olyan, mint aki turkál, mint aki a zavarosban halászik. Mert ez egy rabló név volt, egy kalóz, de szomáliaiak, akik vadásznak a magányos hajókra. Ugyanilyen volt ez az amálék is. Gondoljátok el, hogy nagyon-nagyon messziről meghallották, hogy jön egy nép. És ennek a népnek a legvégén kik szoktak lenni? Hát azok, akik a leglassabbak, akik a betegek, akik a gyengébek. Erre fogták és hátulról, Refidim pusztájában a leggyengébbeket elkezdték kirabolni. Ezért volt a nevük Amálék. Azaz lesből támadó, lesipuskás emberek. Olyanok voltak tehát, mint a kalózok. Mózes azonban Józsuét, akinek a neve annyit tesz, hogy Isten a szabadító, visszaküldi ellenük. De mivel tudja Mózes, hogy tényleg Isten a szabadító, ezért Józsuénak azzal a segítséget, hogy fölmegy egy dombra, fölemeli a kezét, ugye ez az imádságot jelenti, és valahányszor csak föl van téve a keze, akkor mindig győzelemre áll a zsidó nép. Sajnos emberből volt Mózes is, ezért elkezdett gyengülni, elkezdett vankatni a karja, és valahányszor aláhullott a karja, akkor mi történt? Vesztésre álltak. Ekkor azonban Mózes nem volt egyedül, Áron, az édes testvére, azt jelenti a neve egyébként, hogy tisztánlátó, és Húr, akinek a neve annyit jelent, hogy nemesnek született, fölemelték két oldalról, segítettek Mózesnek, és így ezzel a közös munkával sikerült áldó és imádkozó állásba kerülnie Mózes karjának, és a végén győztek. A közös munka ilyen. A közös imádság ilyen. Ugyanis Isten engedi, hogy ez a közös imádság rácsatlakozzon arra az erőforrásra, ami csak tőle van.